Taekwondóval küzd a gyermekházasságok ellen egy 17 éves fiatal lány Epworth-ben, a Zimbabwe fővárosától 12 kilométerre fekvő településen. Az afrikai országban egy 2016-os alkotmánybírósági határozat értelmében tilos házasságot kötni 18 éves kor alatt. Ennek ellenére tovább él a korábbi rossz gyakorlat. Taekwondózom, mert ezzel akarom megteremteni a gyermekházasságtól mentes várost, mondja a fiatal lány. Meg akarom szüntetni a kábítószerrel való visszaélést, mert a legtöbb tinédzser kapcsolatba kerül a drogokkal. Az ENSZ gyermekalapja szerint a fiatalok 30%-a továbbra is jóval a 18. születésnapja előtt kényszerül házasságra lépni a dél-kelet-afrikai országban. Az általános iskola óta a legtöbb barátom már teherbe esett és meg is házasodott, folytatja a lány. Amikor középiskolába kerültem, rájöttem, hogy a gyerekeik ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint mi annak idején. A korai házasságok erőszakhoz vezetnek, hiszen ők még gyermekek, nem tudnak a családjaikról gondoskodni, ezért megverik őket. Az erőszak áldozataivá válnak, és ez fáj nekem. A taekwondo nem közkedvelt sport a kontinensen, ennek ellenére a fiatal lány nem adja fel az álmát. Sorra járja a település utcáit, és egyenként veszi rá a fiatalokat, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéséhez.